Az ünnepi díszközgyűlés Mosonmagyaróváron. Az egyik napirendi pont a Pro Urbe díj átadása volt, amelyet a képviselőtestület ezúttal Csókai András idegsebésznek ítélt oda, akinek nagyszülei egykor szalámi gyárat üzemeltettek a városban. Én az egész gyerekkoromat, a nyári szüneteket itt töltöttem. Most nemrég voltam itt, amikor meghívtatok a Szabad Egyetemi előadásra. Előtte felkerestem, ugyanúgy, ahogy régen ott a királydom volt, a Rózsanyéni kertjét. Valamiért most ugyanúgy kert van, nem tudom, éppen egy házat elbontottak. Csodálatos élmények voltak ezek a gyerekkori nyarak a nagyszülőkkel. A professzor volt az, aki a fejüknél összenőtt bangladesi ikerpárt szétválasztotta, de nevéhez fűződik az agyduzzadás kezelését segítő éralagút technika kidolgozása is. A díjazottnak közeli ismerősei közül Eperjes Károly színművész személyesen gratulált. Az Isten áldjon meg. Nagyon büszke vagyok rá. Azt nem tudtam, hogy földiek vagyunk. Ezt én nem tudtam, hogy ha a fertőtónak ezen a végén nyaraltán, én maglocán szoktam hegykő gyerekként. Ezt én nem mondtam el. De nagyon örülök neki. A díszközgyűlés után a Városházán felavatták a Mosonmagyaróvári Pro Urbe díjasok falát, amely évről évre új portréval bővül majd.